elektromos autózás elterjedésének milyen akadályai vannak, vagy feladatai vannak, amit még Magyarországon itt nekünk, mint házi feladatot meg kell oldani. Tehát ez a kis prezentáció arról szólna, hogy milyen alternatívák, milyen lehetőségek vannak a világon, és mit kellene itt ezen a tehát itt nálunk Magyarországon tenni ahhoz, hogy megújuló energiák részaránya az energiatermelésben növekedjen. Mi lenne az előfeltétele annak, hogy egy tisztább környezet, ennek mondjuk az elektromos autózás Magyarországon tömegébe lehet elégyen. Néhány gondolat? Szóval azt mondom, hogy a mikrofonban beszélj, nyugodtan üljön, mert azt számít, amit majd fogsz mutatni is. Jó. Én legyomottan fogtam a mikrofont, és akkor... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy így hallottak-e. Néhány gondolat, akkor talán úgy kezdenem, hogy Kincses János vagyok, gyakorlatilag az Elektrapán Termelő Kft. Ügyvezetőjeként én ezt a megújuló energia témakört egy durvágyan 15 éve igyekszek kutatni és a fejlesztés lehetőségeit megtalálni. Talán ezzel az ágával szeretném kezdeni, amit gyakorlatilag a Német Szövetségi Parlament Tudományos Tanácsadó Testülete 2003-ban rajzolt meg, ez egy prognózis. Ezen az ábrán azt kellene látni, hogy az energiafelhasználás 2100-ra prognózizálva hogyan fog kinézni. Azt szeretném ott mindenkinek mutatni, itt a legelső ábrán, a legalsó részét. Oda van írva, hogy olaj, tehát mekkora a részarány. Utána a szén, aztán a gáz, a vízerőmű, a biomassa felhasználás, ez a tradicionál, ez azt jelenti, hogy hagyományos módon, a modern, itt pedig ők azt értik, hogy például a termokatalitikus eljárással, szintetikus üzemanyaggyártással keresztül, tehát mondjuk üzemanyagokként felhasználni. A következő a wind, az a szél aránya, utána pedig a napelem és a termikus naperőmű meg az energetikai hozadékát mutatja. Tehát gyakorlatilag a Német Szövetségi Parlament úgy van, hogy a 2100-ban valahogy így fog kinézni az elsődleges globális energia mix. Ezen az ábrán látszik, hogy ők nem rajzoltak már atomerőművet, tehát az atomenergiát nem rajzolták. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez jó ez az ábra. Én úgy gondolom, hogy az atomerőmű, az, amit energiát termel, az egy környezetbarát tiszta energia. Ha ez jól van kezelve és jól van hasznosítva, akkor ezen nem hiszem, hogy valami nehézségnek is kell mérni. A következő diában a megújuló fotovoltaikus energiát szeretném itt demonstrálni. Magyarországon az 1 négyzetméter első sugárzás értéke 1250-től 1450 kWh per négyzetméter per év az energia, tehát az energia, amit rendelkezésre áll, hatásfok az 14-20% között van. Az energiatárolásra itt egyáltalán erről szó lehet, akkor ez akkumulátorokban tervezett. Ezt majd később más diákon fogom tovább mutatni. A másik alternatíva a megújuló energiatermelés, a termikus naperőmű, ami gyakorlatilag a tőlünk délebbre lévő országokban már kiépülőben van. Itt azt szeretnék mutatni mindenkinek, hogy az energiatárolás a sóhorvadékban történik. Itt ez a baloldali alsó ábrán lehet látni, hogy ott van a napkollektor. A napkollektorokon a napsugárzást 10-12 órán keresztül összegyűjtjük, és két sótárolót melegítünk.
Itt például ez a, az, az Iberzol, vagy az Andazol, ez gyakorlatilag 497.000 négyzetméteren működik, és azt kell látni, hogy a, az üzem, tehát az éves üzem órája 3400 óra, 49,9 megawattos. Az nagyon érdekes, hogy ott a, ott a főső áron látszik, hogy, hogy még azt is meg lehet csinálni ezzel az erőművel, hogy a, amikor a nap süt, az energiát betároljuk, és akkor veszük ki a, az energiát, és akkor termeljük energiát, vagy elektromos áramot, amikor nekünk arra szükségünk van. Tehát ez egy olyan érdekes erőmű, hogy a nap energiáját betároljuk a sóolvadékba, és akkor veszük ki, amikor nekünk szükségünk van erre. Tehát Magyarországon is lehetne egy hasonlót építeni. Ha itt ezen az ábrán, én itt jól látom, 2072 kWh per négyzetméter per év a sugárzás itt Magyarországon, nálunk ez 1490 körül van. Ez azt jelenteni, hogy durván egy egyharmaddal nagyobb felületet kellene a tükrös rendszerrel megépíteni ahhoz, hogy, hogy a hasonló teljesítményt hozzuk ki. Viszont az éves hatásfok, amit 15%-ot ír, mivel hogy Magyarországon tehát nem pont olyan szögbe áll a nap télen, meg, tehát egy kicsivel rosszabb a magyarországi viszony, tehát a, nálunk várhatóan ez a 15%-os hatásfokra 13,5%-os lenne, de relatíve azt kell mondjam, hogy nem drága. Tehát a tükröt gyártani nem drága, a turbinák azok, azok mondjam, tehát Siemensnél, bárhol máshol, ABB-nél meg lehet rendelni, tehát megint azt mondom, nem drága, tehát nem egy, egy borzasztó beruházás. A másik téma, ahol lehet megújuló energiát tudnánk kinyerni, vagy tudunk kinyerni, az a szélenergia. Tehát egy négyzetméter első éves energia, kivehető energia Magyarországon, különböző, itt van Magyarország szélenergia, különböző helyeken, tehát gyakorlatilag 3500 és 6800 kWh per év. Na most az a kérdés, hogy melyik szélturbina ezt milyen hatásfokkal tudja hasznosítani. Tehát vannak ezek a hagyományos, tehát a, szinte mindenhol ezt látható, ez a három lapátos turbina. Gyakorlatilag ez a turbina, az éves hatásfoka, az durván 15% körül van. De ehhez a, az éves szélsebességnek úgy a 6,5 méter per szekundumnál kell, hogy legyen, vagy afelé kell, hogy közelítsa. Magyarországon gyakorlatilag a szélsebesség 4,2-4,5 méter per szekundon körül van. Tehát Magyarországon egy kicsit másfajta turbinára van szükség, hogy ezt a szélenergiát, vagy a szélenergiából minden többet tudjunk kivenni. Bemutatnék egy kis modellt, amit mi egy svájci cégnek fejlesztünk. Bocsánat. Nem tudom. Tehát ez egy érdekes kis szélturbina. A gyakorlatilag a szitakötő mozgását próbálja lemodellezni, és gyakorlatilag a szitakötőnek volt több mint 200 millió éve arra, hogy ő azt kitalálja, hogy hogyan tartsa a szárnyát, és hogyan tudja magát irányba tartani, hogyan tudja szabályozni. Most ez a kis szélturbina ezt modellezi. Gyakorlatilag az a tulajdonsága, hogy kis szélsebességben gyakorlatilag a 30%-os hatásfokot közelíti. A másik lehetséges alternatíva Magyarországon, ha bár hegyekben nem bővelkedünk, a megújuló energiáknál, hogy vízi erőműveket készítsünk. Mi tudjuk, hogy a rendszerváltáskor a vízi erőműnek a kérdése egy eléggé markáns politikai kérdésé
avancsálódott, tehát a szakmai kérdés, a szakmailag háttérbe szorult, hogy mi jó vagy mi nem, tehát a politikai kérdés sikerült. Na most itt oldalt még fölírtam néhány olyan helyet, ahol különböző lehetőségek volnának arra, hogy, hogy vízi erőműveket, vagy, vagy tározós vízi erőműveket építsünk. És soha hozzátartozom magaságnak. Itt a Bős-Nagymaros vízlépcső. A szerződéskötés 1977-ben történt, akkor azt írtuk alá az akkori Csehszlovákiával, hogy 1990-re elkészül az a bősi erőmű. Na most annak idején volt valamilyen koncepció Magyarország energiaellátása, Magyarország villamos energia ellátása, villamos energia termelése, akkor volt egy elképzelés, hogy lesz egy paksi atomerőművünk, és mellé pedig kell vízi erőművet építeni azért, hogy azt csúcsra tudjuk járatni, valamint volt még egy másik elképzelés, hogy a prédikáló széken építünk egy 1000 megawattos tározós vízi erőművet. Na most így terveztünk, és valahogy máshogy sikeredett. De valahogy máshogy sikeredett, de miért is volt ez így? Tehát ez a prédikáló szék, tehát azt mindenki tudja, és mindig fölbukkannak az újságokban, és meg különböző jelentésekben, és Magyarországnak borzasztó nagy szüksége volna arra, hogy a csúcsban valamilyen erőművi kapacitás gyorsan be tudjon lépni, tehát a hálózatban lévő esetlegesen fölösleges kapacitást fölvegye, és azt betároljuk. Na most ez hiányzik a rendszerben. Na most az az érdekes, hogy amikor volt ez a bős, majd nagyvárosi vízlépcső és ennek az építése, akkor nekünk volt egy ilyen hosszú távú szerződésünk az osztrákokkal, ami úgy nézett ki, hogy a mi éjszakai járunkat, ami túlnyomó részt a paksi atomerőműbe volt megtermelve, azt mi eladtuk az osztrákoknak, majd a csúcsba pedig visszavettük. Tehát volt ilyen szorzószám, hogy egy a héthez. Tehát volt olyan, hogy valamit eladtunk egyért, majd csúcsba visszajöttünk hétért. Tehát aztán volt olyan, hogy egy az öthöz, de gyakorlatilag az egy az öthöz, és egy a héthez volt a szorzó. Na most, akkor, amikor rendszerváltás következett, akkor tehát én még emlékszem, tehát az én saját szüleimről tudom, hogy mindenki a vízlépcső ellen tiltakozott. Tehát voltak ilyen utak szervezve annak idején Ausztriában, hogy ingyen kimentek az emberek busszal, és akkor alá kellett írni, hogy tiltakozunk a vízlépcső ellen, meg volt minden, de egy nagyon fontos. Tehát akkor tehát az osztrák vízerőműveknél kiépített kapacitást, azt lehetett használni. Most úgy néz ki, hogy ez a kapacitás, ez már másra kell tenni. Németországban 17 000 megawatt szélerőmű van megépítve, tehát rohamléptekkel épülnek a naperőművek, és gyakorlatilag az a vízerőmű kapacitás, ami Ausztriában, Németországban, Svájcban ki van építve, az saját felhasználásra gyakorlatilag ki van használva. És mi a sor végén vagyunk. Aztán a másik érdekes, amire szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, a biomassa, tehát a megújuló energiák egyik felhasználásának módja az, hogyha tehát a biomasszát állítjuk elő. Viszont az az érdekes, és ezt ne felejtsük el, hogy a napsugárzás hasznosulása a növényekben, és hogy ezt lekötött szépen mérjük, akkor 0,3%-tól 1,13%-ig terjed. Ez 1%. Van két olyan növényünk, ami 1% fölött van. Az egyik, ami nagyon jól hasznosítja a napsugárzást, az egyik a cukorrépa, az ilyen 1,0405 körül van. A másik a kender,
az 1,13%. Az energiamád az 0,97% körül hasznosítja a napsugárzást, és a növények túlnyomó része 0,3 és 0,6% körül van. Na most akkor, ha itt végigmentünk a százalékokon, és elképzeljük azt, hogy veszünk egy hektár földet, azon termelünk cukorrépát, vagy ültetünk erdőt, és gyakorlatilag abból akarunk mi elektromos áramot előállítani, akkor a nagyságrendet szeretném mindenkinek mondani, valahol azt kell tudomásul venni, hogy ha egy hektáron napelemet teszünk föl, vagy szolárerőművet, vagy termikus naperőművet teszünk föl, ahhoz képest mondjuk a 47 és 55 év, tehát 47-55 évre van szükség arra, hogy ugyanannyi energiát termeljünk növényen. Tehát a szorzó az valahol az 1:50. Na most a biomasszának ennek ellenére van egy rendkívül fontos tulajdonsága a többihez képest, hogy az energiatárolást a biomasszában megoldhatjuk szilárd halmaz állapotban. Ez azt jelenti, hogy tehát egyszerű képet mondanék, tehát hasított rögfaként betároljuk az udvaron, és tartjuk benne az energiát, és akkor tüzeljük el, amikor mi akarjuk, és akkor állítunk belőle villamos energiát elő, amikor mi akarjuk. Tárolhatjuk ezt folyékony formában is, tehát gondoljunk a biodízzelre, gondoljunk itt más egyéb módon előállított folyadékokra. A biomassa feldolgozása az elsősorban ipari alapanyag hasznosításaként kell gondolni, ez a cél. A melléktermékeket, szerves hulladékok hasznosítását azt oldhatjuk meg biomasszával, és gyakorlatilag a biomasszának az elsődleges rendeltetése az, hogy ipari alapanyagként hasznosítsuk, és csak a maradékot hasznosítsuk energiatermelésre. Itt szeretnék mutatni egy céget, ez egy németországi cég. Katalitikus depolimerizációs eljárással szintetikus üzemanyagot állítanak elő, elsősorban melléktermékből. Magyarországon ez a potenciál, ha veszik a biomassa mellékterméket, amit belesoroljuk a durván ezt a 25 millió tonna mezőgazdasági mellékterméket, amely kukoricaszár, napraforgószár, búza, szalma és egyéb hulladékot számolunk, és még ami a mellékterméként keletkezik, abból Magyarországnak ez a potenciálja durván egy 3,2 millió tonna szintetikus üzemanyag gyártásra elegendő alapanyagot jelentene. Na most például Magyarországon Győrben van egy cég, aki az ipari parkban folyamatosan gyártja a szintetikus gázolajat, lehet vele tankolni, csak nem szabad, vagy hogy mondjam, tehát még kísérleti jellege van, de működik. Itt fölrajzott ez a következő ábra, egy szivattyús tározós vízi erőmű sémáját mutatja be. Itt továbbra is azt hangsúlyoznám, hogy Magyarország különböző helyein lehetne akár folyóktól függetlenül is különböző helyeken tározós erőműveket előállítani, és azzal az energiatárolást megoldani. Németországban most már több sűrített levegős föld alatti tározót is üzembe helyeztek. Ezek terawattórák, gigawattórák, órás teljesítményekről beszélünk. Magyarországon ez még nem igazából föltárva, de minden olyan korábban kimerült gázlelőhelyet figyelembe véve, tehát a sűrített levegőt be lehetne tárolni, a hőcserélővel, amikor kitárolunk, gyakorlatilag ilyen 90%-os hatásfok közelé
állapotot is el lehetne érni. Tehát ez is még egy lehetséges tározás, energiatározása a Magyarország számára. Akkor a következő diám az az akkumulátoros energiatározásról szól. Ez a Vanadium Redox akkumulátor. Ezt a Gildemeister nevezetű cég kezdte el fejleszteni egy jó 10 évvel ezelőtt. Ők itt vannak, nem messzebb Bécs alatt. Ennek az atya egy osztrák úriember, akit Iván Pavlovnak hívnak, és gyakorlatilag ő kezdte ezt a kísérleteket. Most már odáig eljutottunk, hogy van nekik 400 kW-os kivitelbe ilyen egység akkumulátorok, és gyakorlatilag ennek a tározása, vagy energiatározása, tehát megavatos nagyságrendekben megoldható. Tehát a próba darabokon készen vannak, tehát most amikor beszélgettem velük Münchenben, azt mondták, hogy most 17 megawatt megrendelésük van, és ez most leginkább ennek a, tehát azt mondták, hogy most a megrendelésük Dél-Amerikából érkezik, de gyakorlatilag ők elkezdték ezt komolyan venni, és ezt gyártják. A következő akkumulátor, amit szeretnék bemutatni önöknek nektek, a nátrium-kén akkumulátor. Ez egy nagyon érdekes akkumulátor fajta. Már a 70-es években sikerült ezt kifejleszteni olyan szinten, hogy az alkalmazásokat és a tesztet megindították. Ez a nátrium-kén akkumulátornak van egy nagyon fontos tulajdonsága, az, hogy a nátrium, hát a nátrium klorid az a konyhasó, tehát a nátrium, a só gyakorlatilag korlátlan mennyiségben áll a világ számára rendelkezésre, a kén az is gyakorlatilag szinte korlátlan mennyiségben ipari szinten rendelkezésre áll, gyakorlatilag Kazasztánban millió tonna számra állnak a kénhegyek, gyakorlatilag nem az, hogy pénzt kell fizetni, az ember pénzt kap azért, hogy azt a ként felhasználja, tehát hasznosítja. Tehát annyira, mondjam, hogy annyira olcsó ennek az alapanyag. Viszont ennek az akkumulátornak a működéséhez 273-350 fok közötti hőmérséklet kell, és hőn kell tartani. Na most, ha hőn kell tartani, tehát ha ennek a szabályozása meg van oldva, akkor gyakorlatilag ennek az élettartalma, tehát 5000 ciklus, 1000 és 5000 ciklus közötti, gyakorlatilag tényleg nem kerül, tehát a litiumi akkumulátorokhoz képest nem kerül semmibe. Nagyon nagy akkumulátorokat lehet ebből építeni. Most a második éve üzemel egy ilyen akkumulátor Berlin elővárosában, Berlin Hellersdorf volt, egy 1,3 megawattos nátrium-kén akkumulátor működik. Ennek a fejlesztésével leginkább egy NGK nevezetű japán cég foglalkozott és kutatta gyakorlatilag, és ők készterméket hoztak ki. Ahogy ez kinéz, a nátrium-kén akkumulátor gyakorlatilag egy ilyen cellákat egy ilyen termodobozba tesznek bele, ez egy relatíve nagy méretű, viszont van egy fontos tulajdonság ennek a nátrium-kén akkumulátornak, hogy az 1 kg-ra eső energia sűrűsége az olyan 230-240 wattóra, amit hogyha a litium-ion akkumulátorok, ami most jelenleg kapható és nagyon jónak is mondható, most éppen 216 wattóra per kilónál tart. Tehát relatíve nagy energiasűrűséget lehet ezzel elérni, és ez konténerben telepítve lehet működtetni. Itt az alsó ábrán, ha látjátok, tehát a nátrium-kén akkumulátornak a várható élettartalmát ők 15 évvel becsülik. Akkor ami érdekesség,
hogy itt a alulról fölfel a második soron az ár, az árat, hogyha egy egységnek veszük a litiumion akkumulátor, tehát 8 egységnek. Tehát ennek az ára összehasonlítva 1/8 árat jelent. Aztán a következő akkumulátor, amit szeretnék mutatni nektek, ez a litium-ion akkumulátor. Tehát ennek van több változata, a litium-ion, litium-vasfoszfát, litium-levegő akkumulátor, különböző akkumulátorok, de mindenhol, ha litiumot veszünk, akkor a következő, itt az alsó ábrán látjátok az akkumulátor felépítését, de amit erről az akkumulátorról szeretnék mondani, hogy az alapanyagok, tehát a maga a lítium, az rendkívül szűkösen áll a rendelkezésre a világon. Tehát a lítium, a rendelkezésre álló lítium források, azok gyakorlatilag nem elegek arra, hogy mondjuk lítium-ion akkumulátorra építsük az elektromos autózást. Tehát ennyi nem áll rendelkezésre. Vannak japán kutatók, akik elkezdtek egy bizonyos eljárást, hogy a tengervízből hogyan lehetne lítiumot kivonni. Ha ez sikerül, akkor teljesen más a lehetőség, de a jelenleg rendelkezésre álló alapanyag az nagyon szűkös, és ez mondjuk az árakban is tükröződik. Na most ez a következő ábra. Az akkumulátorok összehasonlítása. Most ezt az akkumulátorok összehasonlítását, ez gyakorlatilag az internetről, a Wikipédiáról töltöttem be. Látszik volt, hogy eléggé hiányos, és nem teljesen átfogó, de gyakorlatilag nem túl sok adat áll rendelkezésre. Tehát amit szeretnék ezen a táblázaton, pillanat, van nekem egy olomsavas akkumulátorral kezdődik, az energiasűrűség. Nagyon fontos egy akkumulátornál, hogy 1 kg-ban vagy 1 literben mennyi energiát tudunk betárolni. Tehát egy olomsavas akkumulátorban 30-40 wattóra per kilogram energiát tudunk betárolni. A lítium, tehát lítium polimer, lítium ion akkumulátorok, ezek itt látjátok 160-130-200. Most ez a 200-as szám, ez gyakorlatilag, most olvastam egy olyan cikket, hogy gyakorlatilag sikerül már a 216 wattóra per kilogramot elérni. Na most az az érdekessége, ennek az egész, csak a táblázatnak szeretném mondani, hogy ha megnézzük azt, hogy és összehasonlítjuk az akkumulátorokat mondjuk úgy, hogyha egy elektromos járműbe ez az akkumulátor bele van téve, hogy mennyi akkumulátor kell ahhoz, hogy egy liter benzin, tehát energiáját, vagy tehát energiatárolását ki tudjuk váltani. Csak egy érdekességet szeretnék mondani, például a Renault Kangoo-nak a 336 kg-os akkumulátor csomagja, az egyenlő 4,2 liter benzin energiájával, csak úgy arányaival értsétek. Tehát most ott tartunk, hogy gyakorlatilag 80 kg, de ez már a csúcs, tehát 80 kg akkumulátorba tudunk annyi energiát, tehát nagyságrendekben mondom, 80 kilóval tudunk annyi energiát bele tenni, mint amennyi 1 liter benzin energiája. Tehát ez egy arányszám. Na most, tehát vannak különböző kísérletek, ami tehát ezt a litium-ion-litium vasfoszfát akkumulátoroknak a teljesítményét próbálja tovább emelni. Kísérleti jelleggel már közelítették az 500 wattórát is, de az 500 wattóra per kilogram akkumulátornak az élettartalma az rendkívül kicsi, tehát egy 500 ciklus alá esik. Tehát ez még mindig kísérleti fázisban van. Tehát
ha gyakorlatilag ezt megneveljük, mondjuk ezt a 200-400 watt óra per kilogramm, és valamikor ezt elérjük mondjuk 2-3 év múlva, akkor is azt jelenti, hogy a 336 kg-os akkumulátor csomag mondjuk eléri a 8 liter üzemanyag egyenértéket. Tehát, és ez az, ami legjobban hátráltatja az elektromos autózást. Akkor itt megköszönöm mindenkinek a figyelmét, ez már a bemutató megy tovább, ezt az LKT-ben ezt a kiállításon, ezt a kis diasorozatot mutattuk be, és akkor most az előadásunk az úgy folytatódna, hogy megkérném a két kollégámat, Illés Árpádot és Bérces Pétert, akik nálunk a fejlesztésben vesznek részt, hogy akkor bemutatnánk az akkumulátor töltését és kisütését, gyors töltését és kisütését, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag ami még hátráltatja az elektromos autózást és annak az elterjedését, hogy különböző akkumulátorokat különböző ideig kell tölteni. Tehát mondjuk az ólomzselés akkumulátorokat hagyományosan 7 óra alatt, 8 óra alatt kell tudni föltölteni, a litium-ion akkumulátorokat attól függ, hogy mennyi a rendelkezésre álló energia, ezt tölthetjük 2-4-5 órán keresztül, tehát erre is van egy mód, amit meg lehet próbálni. Akkor most ebben a pillanatban át szeretném a két kollégának adni a szót, és akkor ők következnek. Nagyon gyorsan elindítható energiaforrással, ezek áll
akkumulátor háttérrel működtetett nagy teljesítményű inverterek. Az előző előadásban elmondott, hogy többféle akkumulátor létezik. Jelenleg a legnagyobb mennyiségben a korom akkumulátorokat, illetve most nagyon nagy versenytársa létezik akkumulátor, ez a kettő. Hozzá képest a többi viszonylag elhanyagolható. A mi csoportunk korom akkumulátorokkal foglalkozik. Ahhoz, hogy forum akkumulátorokat használhassunk azokra a feladatokra, a célokra, amit eddig említettem, szükséges azoknak az állapotának ismerete és az állapotának a megfelelő kondicionálása. Tehát óhatatlanul szükséges az, hogy bizonyos helyzetekben után töltsük az akkumulátorokat, vagy formázzuk az akkumulátorokat, vagy felvítsük az akkumulátorokat. Arra fejlesztettünk egy-két berendezést, és azt szeretnénk majd bemutatni. Mielőtt a bemutatót elkezdenénk, azért úgy érzem, hogy az akkumulátorokról, illetve most konkrétan az orrom akkumulátorokról néhány általános jellemzőt elmondani. Az akkumulátoroknál az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy milyen közösségi állapot van az akkumulátor. Tehát kívánom azt, hogy még meddig tudok egyenlíteni belőle. Ennek a paraméternek a meghatározására van az használható az úgynevezett OCV karakterisztika, ezt az akkumulátor gyártó cég bocsátja a akkumulátor műszaki leírásával a rendelkezésükre. Gyakorlatilag az akkumulátornak, konkrétan ebben az esetben, hogy a holom akkumulátorról beszélünk, a töltöttségi állapota az úgynevezett üres járati feszültséggel, az üres járási feszültséggel jellemezhető. Tehát lemérem az akkumulátor, és ezzel a táblázatban visszakeresem, még mennyi energia van az akkumulátorhoz. Ennek hátránya, hogy az akkumulátort én akár terhelem, akár töltöm, akkor az üres járati feszültség el fog térni a táblázatban megadott értéktől, és ha meg is szüntetem akár a terhelést, akár a töltést, nem fog azonnal visszaállni erre a feszültség szintre, néhány percnek el kell ahhoz kelni, hogy felvegye ezt a értéket. Tehát ha én menet közben kíváncsi vagyok arra, hogy még mennyi energia van a tárolórendszerben, akkor le kell állnom, kell állnom néhány percet, majd egy egyszerű méréssel és táblázatból visszakeresésre meg tudom állapítani az értését. Komoly kutatások folynak arra, hogy menet közben, tehát használat közben tud megállapítani azt, hogy az akkumulátor töltöttségi állapota milyen fázisban és állapotban van. Ez egy másik akkumulátor. Mert ugye, bocsánat, még annyit szeretnék, csak hogy természetesen szemmel látható, ez egy teljesen lineáris görbe, a töltöttségi állapot és a füles állapot kapas feszültség egy teljesen lineáris görbe szerint alakul. A különböző gyártók nyilván más-más ólom anyagot használnak, vagy ötvözetet használnak, tehát azért ez a görbe, ennek a görbének a meredeksége, illetve párhuzamosan való eltolódása más-más gyártmányoknál nagyon kis mértékben, de eltér, tehát nem univerzális görbéről van szó. Az akkumulátornak egy másik nagyon lényeges tulajdonsága, ugye, hogy az akkumulátornak az élettartama mekkora, tehát gyakorlatilag hányszor tudok egy akkumulátort kisütni és visszatölteni. Az akkumulátoroknak a élettartama nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mennyire sütünk ki az akkumulátort. De általában a reklámszövegekben az van, hogy hólom akkumulátort, ezzel a töltési kisütési ciklus. De ha
figyelmesen elkezdett tanulmányozni a gyártó által kiadott adatlapot, akkor azt fogjuk látni, hogy az élettartam nagyon nagy mértékben függ attól, hogy én mennyire veszem igénybe ezt az akkumulátort. Ha ezt az akkumulátort én csak 20%-kal sütöm ki, és töltöm vissza, tehát a tároló képességének csak egy nagyon szűk területét használhatom, akkor meglehetősen hosszú élettartam akkumulátoromban. Az akkumulátort én jobban sütöm ki, és töltöm vissza, akkor ez az élettartam elkezd csökkenni, és az akkumulátort teljesen feltöltöm, teljesen kisütöm, ez nem 0-100%, hanem 20% és 80% közötti üzenet jelent, akkor bizony már 300 ciklus alá csökken az akkumulátornak az élettartama. Az akkumulátornak még van egy másik, nem közismert tulajdonsága. Az akkumulátort a kapacitásával jellemezzük, azt mondjuk, hogy 10 amperóra, 20 vagy éppen 50 amperórás egy akkumulátor. Korábban úgynevezett C10-es paramétert adtak meg, ami azt jelentette, hogy 10 órát, tehát olyan árammal sütöm ki, hogy 10 óra alatt sütöm le. Sütöm ki az akkumulátorból az energiát, ezért nevezték C10-nek. De mivel a kisütési áramtól függ a kapacitás, egész egyszerűen kizárólag reklámfogásból ezt 20 órára emelték fel, mert akkor néhány százalékkal jobbnak tűnt az akkumulátor. Ma már elfogadott, hogy az akkumulátor kapacitását C20-as kisütési állapotra adják meg. De ha egy nagyobb árammal sütöm, ez egy meglehetősen kis áram, tehát egy meglehetősen nagy akkumulátorral egy kis teljesítményű vízót tudok működtetni ilyen feltételek mellett. A gyakorlat életben ennél lényegesen nagyobb energiát vezet ki üdvességre vonatkoztatva, ekkor viszont csökken az akkumulátor kapacitása. A gyártó ezt a görbét is megadja, és ebből, ezekben a görbékből látható, ha én elkezdem növelni a kisütési áramot, akkor az akkumulátor látszólagos kapacitása elkezd csökkenni. Ha egy óra alatt sütök ki egy akkumulátor, annak 50% alá, 47%-ra csökken vissza a kapacitása. Tehát magyarul, ha boltba veszek egy 10 amperórás akkumulátort, és én azt olyan üzemmódban használom, hogy egy óra alatt kisütöm, akkor ez az akkumulátor csak 5 amperórás kapacitású, ha látszik valójában természetesen 10 amperórás. Ezek eléggé lényeges paraméterek a felhasználásnál és az üzemeltetésnél, ezeket feltétlen figyelembe kell venni. Az akkumulátorok töltésére különböző eljárások alakultak ki. Nagyon régóta ismeretes, illetve használatos a hagyományos egyenállamú töltés. Ennek a lényege az volt, hogy én beállítottam egy töltőberendezést, egy bizonyos feszültséghatárra rákapcsoltam az akkumulátort, gyakorlatilag azt elkezdte tölteni, először majd egyre csökkenő árammal, és általában C10-ből visszaszámolt áramerősséggel töltöttem. Ma már ugyanezek a hétköznapi töltők általában C5-nek megfelelő árammal tölthetők. Ha ennél nagyobb árammal töltünk egy akkumulátort, akkor könnyen túl lehet tölteni, ami az akkumulátorok károsításához vezet. Körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtek el próbálkozni és kísérletezgetni, hogy nem egyen árammal, hanem impulzus hozzáadó árammal töltik az akkumulátorokat. És gyakorlatilag azt tapasztalták, hogy nem hogy károsítanák, hanem gyakorlatilag sokkal kedvezőbb
töltési feltételeket lehetett az akkumulátorok számára biztosítani, mint az egyen áramú töltéssel. Egy modern töltőberendezés az úgy működik, hogy nagyon nagy árammal elkezdem tölteni az akkumulátort, és figyelem annak a kapocs feszültségét, és egy bizonyos határ után én már az úgynevezett áramgenerátoros üzemet feszültséggenerátoros üzembe átkapcsolom, és akkor exponenciálisan elkezd csökkenni a töltő áram, de az akkumulátor feszültsége nem növekszik tovább. Ez a határ az úgynevezett gázosodási határ,